Podcastunk mai vendége a kétszeres országúti magyar bajnok, kerékpáros Filutás Viktor Filúk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz, és az külön, hogy ráadásul a pihenőidődben teszed mindezt. Hát én köszönöm a meghívást. Először is hadd osszak veled egy nagyon friss élményünket, ugyanis néhány nappal ezelőtt néztük meg a Budapesti Történeti Múzeumban a Budapest Köszönti a Giro című kerékpártörténeti kiállítást. Nem tudom, hogy ezt láttad-e, mivel neked személyes kötődésed is van édesapád révén, ugyanis édesapád Filutás Árpád 10-szeres TR magyar bajnok, és az ő relikviái is ott megtekinthetők a kiállításon. Hát ő örökös magyar bajnoknak lett kikiáltva, mert ugye 10 éven keresztül nyerte meg. Én nem néztem meg ezt a kiállítást, mert kiskorom óta folyamatosan látom ezeket, szóval már kívülről fújom az összeset. De jó érzés látni persze, hogy apukámat is berakták ebbe a kis kollekcióba, szóval arra büszke vagyok. Egy interjúban úgy nyilatkoztál, hogy szülői nyomásra kezdtem el biciklizni, de mégis hogyan indult a kis Filónak a kerékpáros karrierje? Egy az, hogy kötelező volt, másrészt meg hát adódott. Anyukám akkor versenyzett, amikor én már tudtam kerékpározni, és akkor vele néha eljárkáltam, meg arra is emlékszem, hogy úgy vitt óvodába, hogy felkapaszkodtam a hátára, elvitt oviba, legurultunk ugye, mint egy hátizsák, így a hátán így kapaszkodtam, levitt az oviba, edzett, és úgy is hozott el az oviból, hogy edzés végén ugyanígy felvett az oviba, feltekert velünk vagy velem feltekert a házunkhoz, és akkor az volt az edzés vége, és akkor amíg mi oviba voltunk, addig ő folyamatosan edzett. Szóval így eléggé egyértelmű volt, hogy kell valamit csinálni, és az a kerékpár lesz. Aztán a legenda szerint az első 100 forintos fizetésedet is apukától kaptad a kerékpárnak köszönhetően, ez hogy történt? Nem is 100, hanem 200, de hát nem élveztem a görgőzést, hát egy 6-7 éves gyereket felültetni a görgőre, hogy izzadjon, az maga volt a kínzás, és hát minden óra görgőzésért kaptam 100 forintot. Mindig gyűjtögettem szépen a százasokat, és egyszer adott egy 200-ast, majd leszálltam ugye egy óra múlva, és visszaadtam neki egy fém 200-ast a perselyembe, és mondtam, hogy soha többet nem ülök fel. Aztán látjuk mégis, mi lett az egészből. Édesapád ugye az 500 kilométeres motorvezetéses bringázásnak is a világcsúcs tartója, és nemrég nyilatkoztad az Eurosporton, hogy meghívást kaptál egy ilyen versenyre, hogy nem gondolkodsz ebben az irányban? De mondtam neki is, hogy majd megdöntöm, ha lesz kedvem hozzá, szóval ne sokáig legyen kinn a falán, hogy ő a rekorder. Szóval mindig mondta, hogy jó, az motoros kell találni, így sorolja, hogy mit kéne találni, és akkor mindig mondtam, hogy apa, ezek csak kifogások, ezeket bármikor meg lehet találni, de csak így cukkolom vele. Nem hiszem, hogy most a közeljövőben, vagy hát igazából a közeljövőben megcsinálnám, de nem a túlságosan közeli jövőbe. Mert azért erre tényleg készülni kell az, hogy 500 kilométert menjen az ember 80-90 km/h sebességgel, az ember feletti. Nagyon sokan próbálkoztak, aztán mégis talán több mint 30 éve tartja ezt a rekordot, sőt. És azóta többen próbálkoztak vele, de mindenki elhasalt, szóval nem egyszerű. Nagy TR versenyzők is próbálkoztak, de nem tudták megcsinálni, szóval erre készülni kell, de lehet, hogyha lesz olyan időszakom, akkor megpróbálkozom vele. És hogy lehet egy ilyen rekordkísérletre felkészülni? Egyáltalán erre a sportágra hogy lehet készülni? Én indultam már 2 stéher versenyen is, a német nagydíjakon én indultam, és nem készültem rá sehogy. 2 nappal a verseny előtt kiutaztam mindig Németországból, ott a motorosommal találkoztam, edzettünk egyszer vagy kétszer, és utána meg verseny, és ennyi. De egy rendes ilyenre erre tényleg fel kell készülni, mert ott már ugye a motorokból kifogy az üzemanyag, vagy tönkre megy valami, ott már motorváltás van, azért nem olyan könnyű irányítani ezt a biciklit, mint mondjuk egy országútit, vagy mint mondjuk egy sima pályabiciklit, mert speciális az egész kerékpár, sokkal gyorsabban is mész vele, óriási az áttétel, és velem gyakoroltattak már úgy motorváltást, hogy nem szóltak előtte, szóval nem jött még meg az én vezetőm, addig edzettem a pályán egy másik vezetővel, megjött a motorosom, elkezdett fent körözni, és akkor mutatott az egyik, hogy akkor menj fel mögé, és akkor így motorváltást csináltunk, úgyhogy életemben először csináltam, aztán apa meg csak fogta a fejét, hogy ezt mikor tanulta meg. Tehát rutinból jött, úgy néz ki. Ösztönös a dolog. Igen. Gondolom apukád mind a mai napig ellát szakmai tanácsokkal az országúti fronton is. Ezt hogy képzeljük el? Ne vezess nekik, egyél sokat, és pihenj sokat, és ennyi. De akkor nem szól bele ilyen szinten a te pályafutásodba? Hát bele nagyon nem is tud szólni, szóval nekem megvannak a felettem valóban, akik ezt megcsinálják. Hogyha apukám lenne a csapatvezetőm, persze elfogadom, amit ő mond, de amíg nem ő az, addig azt kell csinálni, amit a főnökség mond. Ifi koromban persze nagyon sok tanácssal látott el, de minden ember különböző. Nekem nem jöttek be mindig azok a tanácsok, amik neki használtak. Más specialitású versenyző volt ő is, mint én vagyok. Inkább mondanám, hogy én anyukámra hasonlítok így versenyző szempontból. Anyukám volt ilyen időfutamos, inkább időfutam beállítottságú, meg ő is jól pályázott. De neki a tanácsait azt jobban megfogadtam, néha ő ugye TF-re is járt, de olyan érdemileg sajnos már ők se tudtak belerakni nekem ebbe a dologba, mert elment felettük az idő sajnos, és akkor már új iskola, bebizonyították, hogy már az nem jó, amit ők azt hitték, hogy jó, és akkor mindig így mentem a magam fejem után. Hát fejlődik ez a sportág is, és ugye neked a pályád elején egy nagyon fontos állomás volt, amikor a Pannon Cycling Team soraiban tekertél, többek között Walter Attival, a Dinatestvérekkel, Oroszgerivel. Szerinted miben rejlett ennek a csapatnak a titka, hogy ilyen sok jó bringás került ki onnét? Ez nem a pályám eleje volt, mert akkor már ez 2018-ban alakult, de én már 2015-ben első éves 23-asként konti csapatban voltam a Stubán Ferinél. Ez igazából ott indult el, meg az, hogy a Feri csinált egy ilyen csapatot, az mindenkinek jó volt, aki szeretett volna valamit csinálni. Ezt a csapatot sajnos szétzilált az akkori vezetőség, akik már nem is tudom, hogy elég távol járnak szerencsére a kerékpársporttól. Azóta se tudtak egy olyan csapatot csinálni, egyébként, mint a Ferinek volt, meg úgy olyan működő csapatot. Sajnos a Pannon sem működött úgy, mint annó az Utensilnord működött. De a Pannon az egy nagyon jó kezdeményezés volt, nagyon jó versenyzőket sikerült összeszedni, ugye mindenhonnan kb. Az összes étkézláb versenyzőt összeszedték. Én akkor jöttem vissza egy válsérülésemből, ami után fél évét ki kellett hagynom például, és akkor nekem az első évem nem ment olyan jól. A második évben már hoztuk mi is az eredményeket, és hogyha mondjuk második évre maradtak volna, még maradt volna a Marci vagy az Ati, akkor az világbajnok csapat lehetett volna, de hát kaptak jobb szerződést. Szerencsére, nekik szerencsére. Aztán ugye te sem maradhattál, mert megszűnt a Pannon, utána a Giotti Victoriához kerültél, és erről az időszakról nem sokat és nem is mindig nyilatkozol pozitívan. Mi volt ott a gond? Pedig az ember azt gondolná, hogy egy olasz sorban azért jobbak a feltételek. Hát az nem volt valami nagy költségvetésű csapat. Sok pénz volt benne, sok pénzt költöttek, de nem mindig a fontos dolgokra. Hát most tudnék olyat mesélni, hogy most a Szarka Geri is eljött a V4-re, törött kereket kapott, kiszakadt küllővel kapta a kerekét a versenyre, defektes kerékkel adták oda, hogy menjél azzal. Versenyőt ragasztatta fel a szingóját a gemenc előtt is, szóval ezek a dolgok mindennaposak voltak. Magunknak szervizeléstől kezdve a szerezbe magadnak, hogyha jobbat akarsz dolgokig, az egy kicsit nehéz időszak volt. Viszont sokat versenyeztünk, ami pedig azt a részét mutatja, hogy például a Giuliani nekünk a direktorunk, ő 2 Giro szakasz nyertese, vagyis hogy győztese. Azért mindig ellátott minket olyan csapattaktikákkal, meg utasításokkal, amit nagyon sok ember nem tudott volna, mert nem volt olyan szintű versenyző, mint akik körülöttünk voltak. A Gabriele, a másik direktorunk szintén egy nagyon jó versenyző volt, ő is, azt hiszem 3 Giro d'Italiát ment, szóval az egy jó közeg lehetett volna egy kicsit több pénzzel. Az, hogy nem nyilatkozom róla pozitívan, az pedig azért van, mert sok olyan dolog történt, ami lehet, hogy ha nem történt volna meg, akkor most kicsit előrébb járnék. De nem volt más lehetőségem, ez a csapat pedig 2 évig versenyezhetett és foglalkoztatott. Nyertem benne 2 bajnoki címet, végigversenyeztem 2 szezont. Tapasztalatokat gyűjtöttem, olyan versenyzők voltak a csapattársaim, akik szintén Giro szakaszokat nyertek, szóval Jó is volt, meg nem is. A utolsó év ott is egy kicsit nyögvenyelős volt számomra. Aztán az Adria Mobilehoz kerültél, ami sor arról is nevezetes, hogy világhírű kerékpáros, és került ki a soraik közül Roglic. Velük mennyiben találtad meg a közös hangot? Jól megtaláltuk a közös hangot, mert nagyon fiatal a csapat. Én vagyok most már a harmadik legidősebb, nagyon sok 23-asunk van, most már két Ex-World Touros is van a csapatban, és egyszerűen annyira barátságosak és laza a közeg, de a legfelső vezetőtől kezdve mindenki az utolsó, nem is tudom, a irodai dolgozókig mindenki annyira barátságos, hogy ez nekem egy kicsit szokatlan is volt, én nem elszoktam, szóval örülök, ez végre egy jó közeg, egy jó csapat.